Állami kitüntetést kapott a Shell globális alelnöke Kapitány István. A Magyar Érdemrend tiszti keresztjét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adta át az üzletembernek. A kitüntetett a Tényeknek azt mondta, számára mindennél fontosabb hazája elismerése, ezért nagyon örül. A Magyar Érdemrend tiszti keresztje. Ezzel a kitüntetéssel jutalmazta Szijjártó Péter a Shell globális alelnökét, Kapitány Istvánt. A külgazdasági és külügyminiszter az ünnepségen azt mondta, a magyar üzletember rendkívül sokat tett az energiaszektor, az autózás, valamint a környezetvédelem fejlesztéséért, és nemzetközi sikerei ellenére is mindig megmaradt magyarnak. Ezért az egész nemzet büszke lehet rá. A kitüntetést viszont nem csak múltbéli érdemeiért kapta. Amikor egy-egy ilyen kitüntetést adunk át, akkor az részben szól a múltnak, részben meg a jövőnek. A múltnak abban a tekintetben természetesen, hogy ez egy elismerés, a jövőnek meg abban a tekintetben, hogy egy várakozás, hogy az együttműködésünk, a Magyarország iránt kifejtett munkád, az a jövőben is ugyanolyan sikeres és eredményes lesz kölcsönösen, mint ahogyan volt eddig. Kapitány István nagyon örült az elismerésnek. Stábunknak azt mondta, számára hazája elismerése mindennél többet jelent. Bármerre is vigyen az élet, és ugye én 35 éves karrierem során a legtöbb időt külföldön töltöttem, mindig az az elismerés a legmelengetőbb, legközelebb álló a szívünkhez, amit otthonról, a szülőhazánkból tudunk megkapni. És ez a köszönetnyilvánítás ezért nagyon fontos volt nekem, és nagyon jól esett. A brit energiaóriás globális alelnökeként Kapitány István nevéhez fűződik a cég vásárlói hűségpontrendszerének a kialakítása, de a Shell prémium üzemanyagainak kifejlesztésében is nagy szerepe volt.